arra emlékszem csak, hogy kilépett elő egy rendőr, és úgy, ahogy volt, egy tonfával így homlokon vágott, és akkor összeestem, ott meg is szédültem, talán egy pillanatra az eszméletemet is elvesztettem, és akkor még a földön tovább rúgtak, a rendőrök, mintha vért ittak volna. Engem fejbe lőtt itt jobb oldalon egy 9 mm-es gumilövedékkel. Most vagy te, gyere, nézd meg! Innen közelről a parasztja, bazd meg! A mellettem álló fiúnak átlőtte az állát, meg fejbe lőtte, a Nagy Lászlónak meg kilőtte a szemét. Áldozatok 2006. 2006 őszén Budapesten több száz ártatlan civilt vertek össze, lőttek meg az utcákon, kínoztak a fogdákban a magyar rendőrök. Hogy történhetett ez meg az Európai Unió egyik tagországában? Az elmúlt 15 évben vizsgálóbizottságok, jelentések, több film és sok írás dolgozta fel az eseményeket, de még mindig rengeteg a megválaszolatlan kérdés. Ezekre kereste a választ Skrapski Fruzsina Bodoki Tamás újságíróval, a Túlkapások című könyv szerzőjével, és Kisberg Szabolcsal, a Hírtelevízió akkori tudósítójával, aki testközelből követte az eseményeket, és ő maga is megsérült. A legtöbb civil és rendőráldozat még 15 évvel az események után sem vállalta a szereplést filmünkben. A belügyminisztérium és a rendőrség nem nyilatkozott. Az akkori politikai és rendőri vezetők is elzárkóztak. Egy érintett rendőr arca kitakarásával vállalta az interjút. Ő arról beszélt, hogyan kezdődött a tüntetés sorozat, ami aztán a rendőrök brutalitásába torkollott. Nem spontán indult meg a tömeg, hanem pontosan lehetett tudni, hogy mi fog történni. És ennek ellenére senki nem akadályozta meg a tömegnek, hogy elinduljon a tévészékhez felé. Ez hogy történhet meg? Vagy... Na most szerintem teljesen más volt a szándék. De mi lehetett a szándék? Hát egy hatalmas balhémnek a végén minél több rendőrsérült legyen. Gyurcsány Ferenc, Magyarország miniszterelnöke egy 2006 nyarán rendezett, zárt frakcióülésen káromkodva beismerte, hogy tisztességtelenül nyertek választást, és hazudtak. Hazudtunk reggel, éjjel meg este, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Szeptember 17-én nyilvánosságra kerültek a szavai, még aznap este tömegek vonultak a parlament elé tüntetni. Másnap, szeptember 18-án este sok ezer békés tüntető követelte a miniszterelnök lemondását. Egy petíciót szerettek volna beolvastatni a közelben lévő magyar televízióban, de rendőrök zavarták el a küldöttséget. Maradjatok itt, megyek vissza. Bemondom a Kossuth téren, hogy mind a 10 000 ember jöjjön. Maradjatok. Senki nem fog. Később néhány erőszakos tüntető megtámadta a rendőröket, és elfoglalta a Magyar Televízió székházát. Több mint 100 rendőr került fej- és lábsérülésekkel kórházba. Másnap tovább folytatódtak a tüntetések, majd összetűzésbe kerültek a Köztársaság térről karhatalmi erővel kiszorított tiltakozók a rendőrökkel. Nem tudjuk, hogy miért hagyták a rendőri vezetők, hogy elfajuljanak az események. Megkérdeztük a Közellenség című könyv szerzőjét, aki Karcagi Dániel álnéven írt a szurkolók szemszögéből visszaemlékezést. Ez a 150 ember elindult, de semmiféle erről megbeszélt dolog nem volt ebbe. A tömeg csak azt látta, hogy elindul egy nagyobb csoportosulás, és a tömeg elindult utánuk. Ez is bizonyítéka egyébként annak, hogy itt semmiféle fizetett provokátorok, meg semmiféle ügynökök nem voltak közöttünk, mert ahogy végén néztük a felvételeket, hát másnap ugye mindenki ott volt rajta a körözési, a police.hu-n rajta volt, hát láttuk a videó felvételeket, mindenkit ismertünk. Tehát én konkrétan beszéltem azzal az újpestivel, aki a legelső követ odadobta a rendőröknek, az a kopasz srác pedig, aki ott üti-veri bottal a rendőröket, az maga egy diósgyőri szurkoló volt. Szerintem 200-250 rendőrre simán meg lehetett volna védeni. Látták ezt az egészet a tévében, és egy nem kis mennyiségű csapat az rögtön beöltözött, hogy ők jönnek ki, és őket x ideig is engedték. Tehát csak azzal az egy csapattal le lehetett volna tisztítani ott az egész területet. Nem engedték ki őket. Arról is beszéljünk, hogy a tartalék ott hátra a Zoltán utcánál meg a többi részen, az egy tudatos dolog volt. Itt rendőráldozatokat akartak.
most itt már fölálltak, és akkor azt látjuk, hogy, hogy nincsen sisakjuk, tehát hogy egy sokkal jobb felszerelésbe kellett volna legyenek? Abszolút, hát mondom, ott van a fehér pisztoly, fegyvertok, tehát közlekedési rendőrök, meg szerintem nem is láttak ilyet szerencsétlenek. Őket tudatosan odavitték áldozatnak. A tévészékház ostromát, azt néztem a tévében, elszörnyűködve. Legfőképpen az, hogy elszörnyűködve, hogy miért nem riadóztatnak bennünket. Össze voltunk pakolva. Ehhez képest fél egy környékén kaptuk meg a riadót. És hát ugye itt az összekészülés útidő, és olyan fél három órára értünk Budapestre a tévészékházhoz. Addigra már mindennek vége volt. És a kollégákon ez a letört, letargikus, pszichésen teljesen káó, és egy hölgy fölnézett, rám nézett, és azt mondta, hogy hol voltatok idáig? És erre mit mond az ember? Hol voltunk idáig? Akkor is furcsálhatták a szurkolók, hogy kik ezek a rendőrök, hogy nem ez vannak szokva, ugye a mérkőzéseken sokkal keményebb fellépést szoktak meg a szurkolók, és nem értették, hogy mi ez a passzív ellenállás, amiért nem lépnek föl kezdeményezőben. Tehát egy átlagos Fradi Újpest meccshez képest, azt mondták, hogy a maszületett bárányok lettek volna akkor a rendőrök. Mi egyöntetőleg utáltunk ott mindenkit. Emberileg. Emberileg. Akik bennünket ilyen helyzetbe hoztak. Nem a népet, hanem a vezetőket. Rendőri vezetőket, politikai vezetőket. Lehetett tudni, hogy elhangzottak a tüntetők részéről, inkább úgy mondanám, hogy ez az anarchisták részéről, hogy a lábát céloznád, az védtelen. Amikor még nem voltak abban az időben ezek a teljes testpáncélok, ugye a rendőri csapatérnek a legvédtelenebb része a lába volt, és utána megjött az operatív információ, hogy az előző este a TV székháznál rombolók egy még nagyobb létszámmal meg fognak jelenni a köztársaság téren az MSZP székháznál, hogy azt is elfoglalják, fölgyújtsák, lerombolják. Ahogy leszálltuk a buszokról, az Erkel Színházról, illetve környező épületekről lefeszegetett díszburkolatot összetörték, és azzal folyamatosan brutális dobálást végeztek. Tehát a tüntetők itt szedték ki a kresztáblát, a kukát, dobták a rendőrök fele, és ebbe a szögbe voltam. Tehát előtte egy pár másodperccel a rendőröket vettem, utána átsvenkeltem ebbe az irányba a tüntetőkre, és körülbelül ebbe a szögbe voltam, amikor eltaláltak. És itt meg? Itt a jobb vállam. A mi századunkból akkor 6-an sérültek meg. Én azt éltem meg, hogy engem megdobtak molotov koktéllal, folyt rajtam a benzin, csak nem volt elég hozzáértő az ember, aki ezt csinálta, úgyhogy nem gyulladtam meg. De az a kőzápor, meg azok a dolgok, amik azok a füst, a robaj, a verés, verekedés, az ütés, vágás, és nem volt az a felszerelésünk még, mint ami később lett. Talán a rendőröktől is lehetne egy-kettőtől bocsánatot kérni. Az pontosan ebből adódott, hogy a tévészékháznál, illetve a köztársaság téren még teljesen messze az utána október 23-a eseményektől 150-200 körüli rendőr sérült meg ezekben az attakokban. A sérült rendőrökről kevés szó esik, pedig még Gergényi Péter, akkori budapesti rendőrfőkapitánynak is bíróság elé kellett állnia az MTV székháznál történt vezetői hibák és a sok sérült rendőr miatt, de kis pénzbüntetéssel megúszta. Felmerült-e bármilyen szinten az ön lemondásának kérdése? Én? Miért? Az ostrom utáni napokban a rendőrök szabályosan vadásztak az emberekre. Civil járókelők százait bántalmazták kegyetlenül. Hogy ezt utasításra tették, vagy bosszúból, esetleg másokból, azóta sem derült ki. Egy neve elhallgatását kérő rendőr levélben küldte el visszaemlékezését. Szeptember 18-ától megkezdődött az a borzalmas időszak, amit nem kívánok senkinek sem. Minden egyes éjszaka azzal telt el, hogy a Magyar Rádió székháza és környékén úgymond hajtóvadászatot csináltunk. A rádión hallottuk, hogy valamelyik utcában egyik kollégánknak olyan súlyos találat érte a fejét, hogy sürgősen kórházba kellett szállítani és megműteni. Ennek a hírnek hallatára vált néhány kollégám is vadállattá és kijelentették, hogy mi sem fogunk finoman bánni az elfogott tüntetőkkel. Azt hittem rosszul hallok, amikor az egyik főtörzsászlós csoportparancsnok hangosan kijelentette, hogy az ő csoportjában az elfogásokat keményen kell végrehajtani, lehetőség szerint az elfogottnak törjön el valamije, vagyis valamelyik keze, vagy az ujjai. Eltűntek emberek, száz számra tűntek el, gyakorlatilag aggódó, síró szülők hívtak minket, hogy próbáljuk felderíteni. Napokon át tartott valakit kideríteni, hogy
melyik fogdában, vagy éppen melyik már előzetesen. És akkor bejött egy ilyen hívás, akkor ilyenkor mi a folyamat, mit csináltak utána? Hát akinek mondjuk előállítása volt, fogvatartása, őrizete, vagy előzetes bejegyzés, ott azonnal küldtük a, vagy mi magam, én magam is mentem ugye a fogdákba éjjel-nappal. Gaudi Nagy Tamás ügyvédi riadóláncot szervezett a Nemzeti Jogvédő Szolgálattal. Közel 100 ügyvéd segített a rendőrök által megvert és elhurcolt civileken. Majd Morvai Krisztinával és még 5 szakértővel a Civil Jogász Bizottságban feltárták a jogsértéseket. Megdöbbentő számokat lehetett tapasztalni az előzetes letartóztatások kapcsán, különösen szeptember 21 és 23-a között 93%-os arányban rendeltek el előzetes letartóztatást közel 150 személy esetében. Szeptember 20-án hajnalban a belvárosban több kis utcában is bántalmaztak ártatlan civileket. Az Aradi utca, Ötvös utca kereszteződésében Török Imrét. A körútról egy kis buszok érkeztek be, ilyen mikrobuszok, és ugráltak ki a rendőrök, és ennek az áldozata lettem én is. Földre tebettek, elkaptak. Gerincsigolya törés volt, ugye kettes-hármas, ha jól tudom. Nyúlvány, de. Igen, nyúlványa. Mind a két szemem az rugások következtében, tehát nem tudtam látni, be volt vérezve, orr, lábsérülés, kéz. Az előzetes letartóztatásom az a traumatológián történt. Tehát kórteremben bejöttek, bíró, ügyész, kirendelt ügyvéd, és akkor ott előzetes letartóztatásban helyeztek. A csodák csodájára, ugye a rendőri bántalmazásos ügyekben szokatlan módon az ügyészség magától vádat emelt, de ugye Rebisz állományába tartozó két rendőrt, akik azonosíthatóak voltak, mint kiderült, ugye nem csak végignézték, hanem ugye tevőlegesen is részt vettek a bántalmazásban, és ugye ekként is ítélte el őket a bíróság. Először mind a kettejüket felfüggesztett szabadságvesztésre, a másodfokú bíróság ugyan az egyik vádlott ítéletét azt enyhítette, a másik vádlott ítéleténél a felfüggesztést megszüntette, azaz tulajdonképpen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte. Több jogvédő szervezet is védelmébe vette az áldozatokat. A Nemzeti Jogvédő Szolgálaton kívül a Társaság a Szabadságjogokért és a Helsinki Bizottság is kiállt a bántalmazott emberek mellett. Hiába lehetett tudni, hogy az egyes rendőri alakulatok milyen útvonalon mozogtak, az ügyészség nem találta a tetteseket. A rendőrök pedig nem vallottak egymás ellen. Ezért a rendőrökkel szembeni nyomozások többségét megszüntették. A legkegyetlenebb alakulatok szeptember 20-án és 21-én a Magyar Rádió udvarába gyűjtötték az embereket, ahol válogatott kegyetlenséggel bántalmazták őket. Mindenki látta a rendőrkordont, senki nem mert erre jönni. Hát mondhatni, én voltam az egyetlen hülye, aki azt gondolta, hogy ha az ember egyedül van, nem csinál semmit, akkor haza lehet sétálni. Egyből odaléptek hozzám, ahogy mondtam, megkérdezték, hogy mit csinálok. Mondtam, hogy én megyek haza, és már az volt a válasz, hogy akkor jöjjön velünk, és kinyitották a kordont, és hát akkor kezdődött az egész borzalom. De az, ahogy nyílt a kordon, engem már ütlegelni kezdtek. És akkor tették rám ezt a szívbilincset, és akkor utána vittek be a rádió épületébe. Belöktek ide gyakorlatilag erre a parkoló területre, ez itt tele volt rendőrrel. Valami hasonló felszólítással, hogy hoztunk nektek még egyet, ha jól emlékszem, körülbelül ez volt a lényege. Én voltam az, akiről mindenki tudta, hogy már a negyedik hónapban, vagy ötödik hónapban vagyok, ezért engem a szerkesztőm csak ide a környékre küldött ki, és egyszer csak ott a Korvinár ruház előtt égett mellettem egy rendőrautó, és ott találtam magam a legnagyobb csetapaték kellős közepében. Ha én nem futok el, akkor valószínűleg engem vernek el, de nagyon. Én azonnal mezítláb elkezdtem futni, mint az őrült, és a mellettem álló talán 16 éves kisrác egy hátizsákkal áldigált, azt láttam visszafelé menet, hogy már a földön van, és teljesen maga tehetetlen, és még mindig ütik, és nem fognak leállni. Tehát, hogy borzasztó képek maradtak meg az emberben. És akkor emlékszem, itt az egyik csapatparancsnok, amikor kijöttem az udvarra, és mondtam, hogy megyek ki, és engedjenek ki, mert ugye a kiutás sem volt egyszerű a rádióból. Azt mondta, hogy jó, de írjuk fel a hátunkra, meg írjam fel a saját mellényem hátára is, hogy Magyar Rádió, mert ha hírtévés feliratót látnak, akkor ki van adva, hogy azokat ütni kell. Itt a benti rendőrök nem mondtak valamit, hogy miért csinálják ezt, vagy miért ilyen agresszíva? Nagyon érdekes volt. Az első egy-két napban beszéltünk velük,
és bosszút esküdtek. Tehát döbbenetes volt, hogy úgy beszéltek, mint valami galeri, hogy hogy fogjanak szétverni mindenkit, mert a társaikat a tévé előtt meg akarták ölni, és teljesen be voltak gőzölve. Egyszer csak ilyen őrült sikoltozást hallottunk. Ugye elkezdtünk kinézni az ablakon, hogy mi történik. És akkor láttuk azt, egy fiatal lányt a ruhájánál, nyakánál, hajánál fogva, így összefogva húznak kifelé, a múzeum porta felé, egy rabomobil felé. És ő sikoltozott kegyetlenül. És a földön húzták. Most ez a távolság azért, ez egy hosszú út. Tehát ez elég sokkoló volt. És másnap, amikor jöttünk ki, meg amikor jöttek be az új kollégák, akkor látták, hogy itt viszont a pagoda előtt véres volt a padló, azt ott mosták még reggel. Mentőt akartunk hívni, emberek! 19-én késő este rontottak ránk a Rákóczi utcának a túloldaláról. Rohantak felénk, ahogy jutólag beazonosítottam, a Kazinczy utcából, és akkor mi elkezdtünk szaladni előlük. Hát azt el lehet képzelni, hogy egy ilyen helyzetben milyen hatást kelt ez. Tehát ilyenkor egy civil nem azért szalad el egy ilyen osztag elől, mert bármiben bűnös lenne, vagy bármiben rossz lenne a lelkiismerete, hanem egyszerűen félelmet kelt, ahogy rohannak. Egy rendőr vallomása. Egyik a rádióhoz közeli utcában haladtunk előre. Amikor, ha jól emlékszem, 5 fiatal jött velünk szemben, akik, amikor megláttak minket, el akartak menekülni. A törzszászlós parancsot adott ki az elfogásukra. Nem értettem miért, hiszen csak elfutottak. Láttam, hogy az egyik lánynak vérzik az orra, hogy miért nem tudom, de szerintem kapott egy pofont. Hirtelen az egyik megbilincselt fiú elkezdett vergődni az őt elfogó főtörzsörmester kollégám lábába rúgott 2-szer, amire a többi rendőr azonnal reagált, és a törzszászlós kiabálva adta az utasítást, hogy vigyétek le a földre. Valamelyik kolléga kiabálta, hogy törjétek el az egyik ujját. A fiú ellenkezett. Először egy parkolóautóra nyomták rá, majd onnan vitték le a földre, ahol az arcát meghúzták az aszfalton, közben a hüvelykujját próbálták eltörni, de nem sikerült. Én a lányt vittem, aki közben folyamatosan sírt. A másik lány, akinek az orra vérzett, nem bírta a tempót, ezért a törzszászlós mögé futott, és belerugott a fenekébe, közben kiabálta, hogy fussál kurva. Az egyik előállított lány vallomása. Fejbe ütöttek, először oldalt, hogy felszakadt a fejem. Utána a vállamat, a hátamat, addig ütöttek, amíg elestem, utána felrántottak, kitépték egy darabot a hajamból. És kaptam egy bilincset, amivel úgy elszorították a kezemet, hogy csorgott belőle a vér. Ezután elvittek a rádió épületébe. Mondtam egy rendőrnek, hogy nagyon vérzik a fejem. Mondták, hogy 1-2 óra múlva érkezik értem a mentőautó. Ami 4 óra múlva meg is érkezett. Ezek után közölték, hogy injekciót fogok kapni. Le kellett vennem a nadrágom, és előre kellett dőlnöm. Ezen 7-8 rendőr röhögött, hogy én ilyen helyzetben vagyok. Utána visszakerültem a fogdára, nagyon rossz körülmények között. Arra az orvos külön felhívta a figyelmemet, hogy mossam meg a sebet, nehogy elfertőződjön. 7 napig nem tudtam fürdeni. A hajamat törni lehetett a vértől. Ez nyitva volt, és így beugrottatok, és mindenki egymás után ide befutott? Igen, szinte egyszerre. És akkor ahogy becsuktuk magunk utána a kaput, fél percen belül már ránk is rontottak. Falhoz állítottak minket, és úgy kezdtek el vallatni. Azt a fiút, az más fiút, akit a rádióudvarán nagyon megvertek, őt azért verték meg, mert ráfogták, hogy szimulál, mert a pipáját elhagyta útközben, és akkor nem tudta úgymond bizonyítani, hogy ő aszmás, és akkor őt is félholtra verték. A másik oldalon az egyik lánynak meg a koponyáját szakították be. És hát akkor ugye már hátra szíjazott, hátra bilincselt kézzel voltam, védekezésre képtelen voltam, és hát itt felváltva kezdtek el ütni, vágni a rendőrök. Ezt tényleg már megbecsülni se tudom, hogy itt hány ütést meg rugást kaptam. Kilépett elém egy rendőr, és úgy, ahogy volt, egy tonfával így homlokon vágott, és akkor összeestem, ott meg is szédültem, talán egy pillanatra az eszméletemet is elvesztettem, és akkor még a földön tovább rúgtak, ott kaptam egy fejrugást is, és majd akkor nagyjából ezután felállítottak, és ide vezettek ehhez a falhoz. Arra még konkrétan emlékszem, hogy akkor is előre kellett nézni természetesen. Egy rendőr
felemelte a kezemet, hogy véletlenül se tudjak felnézni. És még amíg ide vezettek, még egy rendőr, egy lázadó köcsök felszólítása, amíg gyomron térdelt. És amikor téged ott ütöttek, vágtak, rúgtak, akkor nem volt olyan rendőr, aki azt mondta, hogy hagyjátok már, vagy bármi? Nem, itt nem tudom, ezt nehéz elmondani. Szóval itt a rendőrök, mintha vért ittak volna. Térdeltem egy 20-30 percet, amíg jött a rendőrautó, addig fontosan kérdezgettek a rendőrök, mivel foglalkozom, mit csinálok itt, és hát nekik nem tetsző kérdésekre melberúgtak. Tehát még azért itt is kaptam egy kicsit. Beültettek a rendőrautóba, és a végutcai kapitányságra vittek, ott egy udvarra ültettek be, nagyon sok emberrel együtt, akik szintén hasonlóan jártak. Mindenki sérülésekkel természetesen. És ott, mivel ömlött a fejemből a vér, ezért a balesetibe vittek fiúmegyeti kórházba. Akikkel egy teremben voltam, ott volt egy bokatörés, a mellettem lövő srácnak légmelle volt. Egy srácot láttam eszméletlenül, akiből csak egy cső lógott ki. Konkrétan ezekre. Volt egy nagyon durva állkapos törés, akinek szilánkosra törték. Pépeset tudott tenni nagyon-nagyon sok ideig. Illetve még a kórházban egy nyomozó hölgy felvette a jegyzőkönyvet, ő már ott közölte velem, hogy ez csoportosan elkövetett hatóság elleni erőszak. Ugye én már ott jeleztem, hogy egyedül voltam, de hát ez nem hatotta meg. És kérdeztem, hogy mire számíthatok, azt mondta, hogy ez 2 évig terjedő letöltendő is lehet. Hát ugye itt az elfolytást magamban próbáltam ezzel kapcsolatban alkalmazni, hogy így dolgozom fel. Valószínű, hogy ez nem sikerült teljesen. Nekem évek pár év múlva pánikbetegségeim voltak. Rémálmok folyamatosan gyötörtek. Rendőrökkel nyilván ezek a jelenetek lezajlottak előttem. Igazából én ma már ezzel kapcsolatban inkább egy haragot érzek, meg egy tehetetlenséget, egy dühöt. A rendőrség által átadott videófelvételek a legritkább esetben rögzítettek rendőri bántalmazást. Hogyha és amennyiben mégis, mert azért volt rá példa, hogy ilyen rendőri bántalmazást a rendőrség által rögzített és átadott felvételek tartalmaztak, akkor viszont maga a rendőr nem volt beazonosítható az azonosítók hiánya miatt. Se térfigyelő kamera felvételek, se értékelhető rendőrségi videófelvételek, a rádióforgalmazásban nem hangzik el semmilyen érdemi információ, hiszen ezt mint minden érzékeny adatot külön privátban használnak. Az azonosító jelvényeket nem használják, de ezt az adott jogi környezet lehetővé teszik, és ezáltal még akkor is, hogyha rögzít valamit valamelyik kamera, akkor sem lehet egyértelműen azonosítani, hogy melyik azonosító nélküli rendőr volt az elkövető, és ehhez jönnek még a rendőri szolidaritás, a rendőri összetartás, az egymás bevédése, amely mind a rendőri jelentések, mind a rendőrtanúk vallomásain keresztül felsejlik. Előjáró intézkedés elmulasztása katonai bűncselekmény miatt több feljelentés is indult, ezek is bizonyíték hiányában zárultak, mint ahogy tudok, arra is konkrét számot. Hogy lehet bizonyíték hiányában, mert ott volt a parancsnok? Tehát... Hát az, hogy hol volt ott, meg hogy konkrétan észlelte a cselekményt, konkrétan bizonyítható-e, hogy ő észlelte a cselekményt, és ennek ellenére nem intézkedett. De az olyan felelőssége nincs egy parancsnoknak, hogy nem látja, amikor a kollégái vagy a beosztottjai verik az áldozatot. Azért nem felelős, hogy ott az ő hatáskörében, ahol ő a parancsnok, ilyenek történnek, még ha nem is látta. Az előjáró intézkedés elmulasztásának pont az a lényege, hogy történt valami, amit ő észlelt, és ezt követően nem tette meg a szükséges intézkedéseket. Nyilván az esetek konkrétságában lehetne a konkrét kérdésére választ adni, tehát minden egyes ügyet nyilván nem tudok ön elé tárni. Dávid Ferencet ugyanezen a napon este verték meg, amikor az autója felé tartott a Podmanicki utca Teréz körút kereszteződésében. Félrefordítottam a fejemet a Podmanicki utca irányába, és már rohantak a rendőrök, hogy le a földre! Próbáltam lemenni a földre, lementem, akivel voltam, műsorkészítő társamat rám dobták, és már azonnal berángattak minket egy ilyen rendőrségi szárító járműbe, ott rám dobták a műsorkészítő társamat, és akkor őt még ütötték, verték, engem nem értek el szerencsére. Valamennyire megsérülhettem, mert a tilos rádiós kapusztis fölsőmön itt volt egy kis vércsepp. Ezután bevittek minket az Aradi utcai rendőrkapitányságra,
nem mondtak semmit, hanem ott bezártak minket egy zárkába, kb. Egy ilyen, nem tudom én, szerintem ilyen tizen lehettünk nagyjából. Ugye akkor még inkább egy ilyen felháborodás volt bennünk, hogy mit képzelnek a rendőrök, hogy amúgy behoznak csak így ártatlan embereket az utcáról, akkor nem sejtettük még, hogy ez csak a nyitánya a dolgoknak. A bírósági tárgyalásnak álcázott bohúzat során tulajdonképpen azzal az érvel vett el a szabadságomat a magyar bíróság, hogy most ilyen időszak van. Ez volt igazából a mondás. Büntetlen előéletű, teljesen ártatlan és a cselekményekben részt nem vevő személyeket raktak be tulajdonképpen 30 napra. És a másodfokú tanács volt az, aki a fellebezésnek helyt adott, és így a Ferivel közösen abban az ügyben több tucat ember, de hogy országszerte ennél is nagyobb számú ember szabadította ki másodfokon a bíróságot. Másnap a Kruhina testvéreket vitték el ártatlanul a Rákóczi út Nyár utca sarkáról. Sétáltunk hazafelé, ott voltunk többet magunkkal már, mint idegenekkel, meg két kedves újságíróval. És miután pont ők elváltak, leváltak a körúton, akkor léptek oda hozzánk a rendőrök. Volt egyfajta feszültség bennük, azt gondolták, hogy rajtunk kell letölteni, majd akik még ott érdeklődő volt, biztonságra őket is nyilván letepertek, és először ott történt egy ilyen szerintem fegyelmező jelleggel egy-két gumibotozást. Elszállítottak ide a Harmat utcai rendőrkapitányságra, ahol is mindenkinek hátra volt zsinegelve a keze. Fröccsöntött műanyagos székeken, ott sorba ültek az emberek, és akik jöttek, így mindenkit végigvertek gumibottal vagy pajzsal. Ott egy fiatalembernek mellettem éppen beszakadt a dobhártyája, gumibotozták az embereket, szóval ott még egyszer az aulába a rendkedvéért. Volt még egy ilyen rejtőjelak, ugye a perui barátunk, aki kírosozás közben vitték el, és hát ő neki meg itt az órát el is törték. Itt az aulában. Azt láttátok? És hogy őt cigánynak nézték, őt és cigányozták. Igen. Az egész magyar igazságszolgáltatás 2006. szeptemberében és októberében mintha nem működött volna. Ennek számtalan oka volt, nyilván elsősorban a politika hatott az amúgy független ügyészségre és független magyar bíróságokra. Én az utcán voltam, amikor rám tették a bilincset, borzalmasan meghúzták, úgyhogy a rendőrkocsiba, amikor beraktak, azért az már egy jó fél óra eltelt, ott szinte könyörögtem már a rendőrnek, hogy legalább kicsit lazítsanak rajta, rakjanak rá egy másikat. Húzz rá, jó szorosra, hadra hagyjon el! Jó! Víg utcában már legalább fél órája ültem a földön, amikor odajött egy rendőrnő, és gyakorlatilag ő mondta, hogy te úristen, ezt hogy kötözték rád, hát már lilult el a kezem. És hát ő volt az, aki akkor végre levágta, és azt hiszem, akkor már nem is raktak rám újat. Kínzásnak és embertelen megalázó bánásmódnak minősült a használata akkor, mivel ez akkor nem volt rendszeresített eszköz. Ezt a rendőr hány lett elítélve? 30 rendőrrel szemben emeltek vádat, és abból 6 rendőr lett elítélve tudomásom szerint, abból ugye börtönbüntetést legfeljebb 3 rendőr szenvedett. A Göncő jelentés akkor ugye frissen elég sok egészségügyi adatot beszerzett, ők 47 súlyosan sérült rendőrről emlékeznek meg, az összrendőri sérültek száma ugye azt hiszem 400 körül volt, de ezeknek döntő mértékben a TV-székház ostrom idején és az követő időszakban pedig jó részt könnygáz, tehát a saját maguk által alkalmazott könnygáz miatt sérültek. Hozzáteszem, emiatt is tettünk még mi civil jogvédők feljelentést, azt is elutasították, mert senki nem felelős azért, hogy rossz gáz állarcuk volt. Civil esetében mi úgy becsüljük, hogy kb. 150 és 200 súlyos sérült mindenképpen kellett legyen. Összcivil sérült szám, hát azt mondom, hogy ez legalább 500 mondjuk az alsó hangon. Szeptemberi vérengzések után jött október 23-a, az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulója, amikor a Fidesz megemlékezés 100 000-es békés tömegére rárontott a rendőrség. A fejmagasságban kilőtt, nem rendszeresített gumilövedékektől, könnygázgránátoktól, kardlapos lovasrohamtól és gumibotozástól rengeteg ártatlan ember sérült meg. Október 23-án hajnalban jogellenesen szétoszlatták a tüntetőket a Kossuth térről és a Nádor utcából. Majd délután 3 órakor összecsaptak a rendőrök és a tüntetők az Alkotmány utcában, mert nem engedték a demonstrálókat a Kossuth térre vissza. Feltolítom önöket! A területet!
rendőrség kiszorította a tüntetőket az Alkotmány utcából. Ekkor a Bajcsi Zsilinszky út és az Alkotmány utca sarkán Pigler István helyszínparancsnok szerint viszonylagos nyugalom uralkodott. Ezért javasolta, hogy ne folytassák az oszlatást, de ennek ellenkezőjére kapott parancsot, és leváltották. A rendőrség súlyos szakmai hibát vétett, hogy nem megakadályozta a rendőrséggel megütköző tüntetők Deák tér felé haladását, hanem kifejezetten rátolták őket a Fidesz 100 000-es békés megemlékezőire, majd az összekeveredett emberek ellen csapaterős, korhatalmi támadást intéztek. Elszabadult a pokol. Az az utasítás, hogy ez a tüntetőtömeg nem mehet oda az Astoriához. Az Alkotmány utca környékén áttörtek egy kordont, és onnan indult el az egész rendbontás, és ezek mentek folyamatosan végig. És ők próbálták itt a Deák téren, meg ezen a környéken húzni a rendőröket a Fidesz megemlékezésére. Tehát, hogy megpróbáltátok bekeríteni őket? Mindenáron eléjük akartunk menni, de ez egy 2 órás folyamat volt. Szörnyen szervezett egy brigád volt, és tényleg arra ment ki az egész, hogy menjünk feléjük. Meglőttem valakit, abban a pillanatban jött 2 hátizsákos, kapta fel, már vitte is ki. A végén már rám vadáztak. És téged mivel? Csúzlival vagy? Nem, egy ilyen nagy márványlapot rám dobtak, amikor töltöttem. És akkor milyen bajod le? Hát ott eltört 2 vagy 3 helyen a lábfejem. Megérkezett ez a csapat a fideszes nagygyűlésre. És akkor ott volt 1-2 csapat, kihangsúlyozom, 1-2 rendőri csapat, aki elvesztette józanítélő képességét. És őket a parancsnokok nem utasították, hogy álljanak, lehagyják abba? Nem. Sőt, kifejezetten bátorították. Lehet az is, igen. Ment a rendőrség, és egyszer csak beindult egy tank. Ha harcosi megindult a vízágyuk felé, kérném, hogy a mögöttem levő 2 kocsi tolassanak el, hogy mi is el tudjuk tolatni, mert a csövér ez nekünk jön, akkor meghalunk. Ez hogy érte meg egy rendőr? Hát hallottad a felvételeken? Tehát amikor ott kiabál a parancsnok, hogy ha ez eltöri a 2 ifát, akkor itt meghalunk mind. A munkádat végezted, a Hír TV-nek voltál a riportere. Itt álltatok valahol, és akkor te meg az operatőr jöttetek errefele, ez október 23-án. Ez október 23-án volt, engem elég későn engedtek ki, ugye, mert a tévéostromnál is megsérültem, a rendőrök ott szétverték a kezemet. És egyszer csak a rendőrsorfalból kilépett egy ilyen jó dagat rendőr, azt azóta is én nagyon sokáig kerestem, nem találtam sajnos meg. Befordult ide az utca felé egy vadászpuskával, és 4-et lőtt. Engem fejbe lőtt itt jobb oldalon egy 9 mm-es gumilövedékkel, a mellettem álló fiúnak átlőtte az állát, meg fejbe lőtte, a Nagy Lászlónak meg kilőtte a szemét. Nekem úgy indult az október 23-ai este, mert tényleg kijöttem és 5 perc múlva lelőttek. Én megmondom őszintén, nagyon megijedtem, mert ugye jó, ott meglőttek, de nem vér folyt belőle, hanem víz. És teljesen bepánikoltam, hogy úristen, biztos megrepett a koponyám és az agyvíz szivárok, de hát mondom, amíg nem esnek, vagy nem lesz olyan nagyobb baj, akkor addig maradunk. Bazd meg, fejbe lőttek, nem ilyen itt, gumilövedékkel. A lövedék 2 cm átmérője volt. Igen. Ami itt fúródott be, és a szájpadlásomon keresztül operáltak ki. Megvakultam. Lelkileg még mindig sérült vagyok, mert ezt nem lehet elfelejteni. Mentőt hívjatok ide! Mentőt! Az a kárpótlás, amit kaptál, az úgy érzed, hogy arányban volt abban, ami történt veled? Ezt megfizetni nem lehet. A per előtt 2007-ben ugye tettünk feljelentést, hiszen a rendelkezésre álló bizonyítékok, anyagok alapján elég jól be lehetett határolni, hogy az akkori nevén Revisznek melyik alegysége volt itt, és kiknek a kezében voltak olyan fegyverek, amiket ki se vihettek volna az utcára. De sem voltak ezek vizsgálva, nem voltak kiképezve a rendőrök, és a Lacinak is ezért történhetett ez a szörnyű tragédiája, mert a rendőr teljesen szabálytalan módon használta fejre magasságba adott egy célzott lövést, amikor ezzel a puskával nem lehetett volna ilyen magasságban leadni lövést. Ezt később a igazságügyi szakértők megállapították, de a büntető ügyet azt
megszüntették, mert nem találta meg a nyomozó ügyészség azt az egy szemét, aki meghúzta a ravaszt. És akkor az a vége, hogy nem találják a tettest. Ez hogy lehetséges? Én elhiszem a jogászkodást, meg mindent, meg hogy ilyen bizonyítéke, meg olyan, de hát ez olyan, hogy a vak is látja. Tehát, hogy úgy éli meg a néző, az ember, az egyszerű magyar állampolgár, hogy ez teljesen egyértelmű, ezen mit nem lehet kinyomozni. Az nem egy vádemelés, hogy ott van az a csapat, és annak a csapatnak a tagjai jó eséllyel ők voltak azok. Tehát így nem vihet egy vádat el az ügyész a bíró elé. Konkrétan meg kell mondani, hogy ki volt, és a konkrét személy mikor mit csinált, milyen, és mindezt milyen bizonyítékok támasztják alá. Hogyha felismerült a rendőri bántalmazás gyanúja, de ahhoz, hogy a megalapozott gyanúig eljusson az ügyészség, már ehhez is nagyon-nagyon kevés adat volt, hiszen sok esetben maga a feljelentő is nem tudott konkrét személyleírást adni a csapaterőben intézkedő sisakban, beavatkozó ruhában, egyenruhában egyformának kinéző rendőrökkel szemben. És ahol mégis el tudta vinni a bíróság elé az ügyészség az ügyet, ott pedig a bíróság találta az esetek igen nagy számában elégtelennek a bizonyítékokat, és éppen ezért igen sok esetben felmentésre került sor. És a gumilövedékkel az a szabály, hogy lábra kell lőni? Vagy bizonyos távolságból lehet lőni, vagy hogy van ez? Ne okozza nekem a sérülést. Tehát mit tudom én, az ellenállás leküzdésére, fejre semmi esetre se. Amit itt láttuk például, ez volt az a francia srác, amit a legvégén volt, nem tudom, figyeltétek, egy francia animációs film rajzoló vagy rendező, utána az a másik, akit ott a kapuajba vernek agyon, az is külföldi volt, szóval mondja, Great Holiday, és véres a keze, meg azt is agyba főbe verték. Ezt nem vitték el meg semmi, csak megvették őket. Közük nem volt, se tudta szerintem, hogy mi van. És volt még egy kicsit ilyen, nem tudom, mozgássérült úriember mellettem, és annak kiabáltak a rendőrök, hogy menjen. Tehát akik, hogy nem érti, mondom, segítek. De ahogy elfordultam abba a pillanatba, hátulról csak azt éreztem, hogy egy jó páran megfognak, és berántanak a sorfal közé, ami olyan 6-8 tagú lehetett, és amíg ott keresztül értem, tehát az ütés a rugástól kezdve a köpködésig, tehát az ami borzalmas volt. Ott éreztem egy nagyobb rugást, és valószínűleg ott törték el akkor 3 darab a szárkapos csontomat, a jobb lábamnak a szárkapos csontját, és behúztak utána a sorfal mögé, fölítettek ott a Savoy büfének a portájánál, és akkor ott leköptek. Amikor bilincselték a kezemet, utána volt egy, most el fogom mondani, mert ezt még senki, a feleségem tudta csak egyedül, hogy amikor ez megtörtént, amikor odajött a Vágó László, és eltörte az ujjamat, összebilincselt, és fogta, és a középső ujjamat eltörte. Nem, így oldalra eltörte. Olyan recsenés volt, hogy a szervezetem, ez most olyan, hogy az ember, most azt mondom, hogy lehet, hogy nagyon viccesnek hangzik, de nem bepisíltem, hanem a másik vége történt. A madástér közepéig 2 rendőr elhúzott, a törőtlen, mondtam, hogy nagyon fáj a lábam, nem tudok menni. Annyira nem érdekelte őket, mint egy krumplizsákot, úgy bedobtak a rabszállítóba. De nem kértek bocsánatot? Nem, semmi, egyik se kért. Sőt, a Vágó Lászlóról kiderült, hogy őt úgy hívták a magába a Reviszen belül, mint az új törő. A lelki gyötrelmeket és a család izgalmait, ami például a polgári perben nagyon jó kijött, mert ott meghallgatták tanulként a kislányát, meghallgatták a feleségét, azt nem lehet kárpótolni. Azt nem lehet kárpótolni. Az ártatlan édesapám, az ártatlan férjemet, azért, mert ott, akkor ott állt, kérem szépen, ezért ilyen következményekkel számolni, hogy mai napig viseli a terhét, mert valójában még mindig nem van egészséges ember, és valószínűleg nem is lesz már soha teljes értékű olyan munkaképesség, olyan munkabírású, mint amilyen volt. De szóval ilyen helyzetet előállítani, ez a legnagyobb igazságtalanság. Vágó Lászlót végül 1 év 8 hónapra ítélte a bíróság Fábián Gábor ujjának eltöréséért. Kisberg Szabolcs 2007-ben szembesítette a tetteivel, ahogy Tinesz Mihályt is, aki azóta meghalt. A rohamosztagot vezető Vágó László és a vadászpuskás Tinesz Mihály azóta nyugdíjba ment. Vágót még visszavonulása előtt alezredessé léptették elő. Bár ő volt annak az osztagnak a parancsnoka, amely a legtöbb maradandó sérülést okozta a civileknek, Vágó az egyik budai bevásárlóközpontban dolgozik főnökként. Most a biztonságiak parancsnoka. Szeretnék egyet.
Vágó úr. Nem jó. De miért nem? Ön embereknek a kezét tört el, uram. Szerettük volna megkérdezni tőle, hogy akar-e reagálni. Az Index a megvádolt rendőrök is falaznak a szadista főtisznek című cikkére. A Fidesz nagygyűlés békés megemlékezőit gumilövedékekkel lőtték. Volt, akit a Károly körút és Dob utca sarkán, másokat a Semmelweis utcánál, Apáti Gabriellát a Síp utcánál lőtték meg. A Fidesz nagygyűlésről jöttünk hazafele. Itt laknak? Vagy? Igen, itt laktunk. Itt laktunk a Rákóczi 10-be első emeleten. És hát nagyon sok rendőr puskákkal felszerelkezve, és a sarkon a beugró részbe álltak az emberek, és senki meg nem mert mozdulni, mondták, hogy ne menjünk tovább. És hát mondtam, hogy de hát itt lakunk, miért ne jöhetnénk haza? Ahogy elfordultam és feléjük beszéltem, hát abban a pillanatban lőttek. A nyoma az itt van. A nyakát lőtték meg. Így van. És hát nem sokon múlt az életem, a Csókai tanár úr volt, aki megnézett, 2 milliméter az ütőértől. Tulajdonképpen nem is éreztem ezt a hirtelen lövést, csak akkor, amikor már a vér folyt, hogy borzalmasan csíp valami, de a golyót azt ugye nem is láttam, hiszen egy pillanat volt az egész. Révész Máriusz, fideszes országgyűlési képviselő látta, hogy ártatlanokra lövöldöznek a rendőrök. Ezért odament beszélni velük, de ők úgy összeverték, hogy súlyos fejsérülése lett, és nem emlékszik a történtekre. Csak szemtanúk, fotók és videók alapján tudja összerakni, hogy mi történhetett vele. Itt állt egy rendőr sorfal, innen lőtték állítólag az embereket. Semmilyen atrocitás nem volt, még egyszer mondom, hogy felszólítás sem. Később a 2006-os vizsgálóbizottságban kiderült, hogy azért sem lehetett felszólítás, mert nem volt itt hangágyú, az is kevés volt. És hát akkor valószínűleg jó ötletnek tűnt, hogy idejöjjek a rendőrökkel és beszéljek, hogy mégiscsak ez egy Fidesz nagygyűlés volt, és itt békés emberek vannak. Aztán később kiderült, hogy ez nem volt jó ötlet. Természetesen, hogy egy Fidesz nagygyűlésről van szó, Fidesz képviselő vagyok, hát ha könyvgázzal lövik az embereket, akkor nyilvánvalóan nem lehetett hazamenni. Ha hazamentem volna, azt hiszem a mostaninál is rosszabbul érezném most magam. A későbbi megbeszélések vagy bírósági tárgyalás során kiderült, több rendőr is ezt hallotta, hogy beszéltem néhány szót a rendőrökkel, majd berántottak a sorfal mögé, és a sorfal mögött leütöttek. A rendőrség ezt egyébként letagadta, azt mondta, hogy Árpád-sávos tüntetők vertek meg esetleg, tehát mindenféle dolog volt, de óriási szerencsém volt, fentről besegítettek, itt a Szemközti ház 4. emeletéről készült egy videófelvétel. Azon így fentről látszott, hogy a rendőrök gyűrűje mögött a földön ülök, fekszem, aztán feltáplázkodom. Később hátra kísértek és vérző fejjel elengedtek. Országgyűlési képviselő voltam mentelmi joggal, és ugye nem csak az a probléma, hogy megvertek, hanem ami aztán utána történt. Elég sokat vagy másfél évig jártunk bíróságra. Nem vallottak a kollégáikat. Biztos vagyok benne, hogy tudták, hogy ki a tettes. Rajtuk láttam, hogy egyébként őszintén megbánták. Olyan állapotokat teremtettek, hogy szerintem ebben egyáltalán a 40 órán szolgálatban lévő közrendőrök a felelősek. És még akkor is, hogyha a felelősségük megáll, de a főfelelősök nem ők. De benne voltam a 2006-os eseményeket vizsgáló tényfeltáró parlamenti bizottságban, ahol nagyon sok rendőri vezetőt, politikust hallgattuk meg, és abban azért az derült ki, hogy itt nagyon-nagyon súlyos rendőrszakmai hibák voltak, és igazából azt a kérdést kellett feltenni, hogy elhisszük-e, hogy a rendőrség ennyire amatőr, hülye és inkompetens volt ezekben a napokban, vagy pedig azt gondoljuk, hogy ez egy szándékos megfontolt cselekmény volt. Kaptam 3 lövést lövedékkel. Először nem fogtam fel, hogy mi történt, amelyik a nyakamon talált el, körülbelül itt szabad bőrfelületet, az nagyon csípett. Akkor jöttem rá, hogy mi történt, visszarohantam körülbelül ide, ahol most állunk, ahol a kollégák a falhoz húzódva figyelték az eseményeket, és szóltam nekik, hogy ennyit ér a sárga mellé. Azoknak az ügyeknek, amikor újságírók ellen alkalmaztak jogszerűtlenül kényszerítő eszközt, ugye ez a gumilövedék használat nagyon problémás volt 2006-ban, ugyanúgy nem nagyon lett következménye, mint ami a más állampolgárok elleni jogszerűtlen intézkedéseknek.
Pillanatok alatt ugye teli ment az orrunk ezzel a szaggal. Édesanyámmal, édesapámmal kiléptünk az úttestre. Egyikük egyik oldalról, másikuk másik oldalról karolt belém. És hát egy pár lépést tettünk nagyjából futólépésben, ugye az Astoria felé, visszafelé, amikor egyszer csak ilyen erős, éles, ütésszerű fájdalmat éreztem itt a bal lapockaívemnél. Akkor mondtam is a szüleimnek, hogy szerintem valami engem eltalált. Azt nem tudtam, hogy meglőttek-e, vagy mi történt, csak annyi, hogy ez az éles fájdalom volt. De akkor nem foglalkoztunk, ott pánikhelyzetben nem foglalkoztunk vele, hogy mi történhetett, hanem futottunk tovább egészen az autóig. És amikor odaértünk az autóhoz, akkor néztünk meg, hogy mi történt. Látszott, hogy lyukas a kis kabát, ami rajtam volt. Egyébként egy ilyen fehér kis rövid kabát volt rajtam, meg egy hosszú szoknya, földig ére hosszú szoknya. Lyukas volt a kabátom, és alatta pedig, hogy ide hátra nyúltam, éreztem, hogy egy ilyen, nagyjából egy ilyen tenyeremnyi dagadás volt a hátamon, meg hát véres volt a kabát alatt a ruhám. Én egy későbbi kollégámmal, ügyvéd kollégámmal, akivel az egyetemet együtt végeztünk, döntöttünk úgy, hogy ide beülünk a Blaha sörözőbe. Majd itt ugye a Blahánál, ezt ugye utólag tudta meg, három felé vált ugye a rendőr oszlatás, és az egyik itt jött a körúton. És ahogy elérték itt a sörözőnek az ajtaját, ezt a részt, a sorfal mögül egy ilyen kis különítmény berontott, a gumibotjaikkal az asztalt csapkodták, főrángatták az embereket a nyakuknál fogva. Közben azt kiabálták, hogy takarodjatok ki a kurványátokat. Az a rendőr, aki itt állt benne az ajtóba, az már a nyakamnál fogva itt kipenderített ide az utcára. Ahogy engem kilökött, rögtön az egyik rendőr mellkason vágott, a tomfájával, a gumibotjával, vagy nem tudom. Akkor a gyomromra kaptam ide a másik oldalról egyet, ettől már így görnyedt voltam, akkor elkezdtek a hátamon záporozni az ütések. Amikor kilöktek végeredménybe az ajtót, én úgy emlékszem, hogy ott már el is estem abba a szent pillanatba. És akkor mint egy kutya másztam előre, és akkor szemből mentek a gumibotok. Szerencsémre a hátizsákom rajtam volt, és az fölcsúszhatott a fejemre. Tehát minden középtájtól lefele kaptam rengeteg ütést. Ráadásul, hogy közben elsütötte az egyik rendőr a puskáját, amitől hát már zúgott a fejem. Rád lőtt? Rám lőtt. Hát nekem 13 rendbeli sérülésen keletkezett a lövéseknél, a könyököm az átlyukat. Még 2007. januárjában operálták ki az utolsó gumisörétet a kezemből. A fegyverszakértő az megállapította, hogy egy méteren belülről használta a fegyvert, olyannyira, hogy a gumisörétek, azok egy úgynevezett persejbe vannak beleszorítva, és még az is sebet ütött a hátamon. Engem is ugye kilöktek a nyakamnál fogva, kilöktek az utcára, a sorfalban találtam magam, a rendőrsorfalban, annyi időm volt, fölemeltem a két kezemet a fejem védelmére, de ezzel a mozdulattal sajnos leesett a szemüvegem. És ahogy lehajoltam, valószínűleg egy súranóval, vagy tonfával, nem tudom, hogy mivel, hát szemen rúgtak, és onnantól egy rúgtak, vagy ütöttek, ez pontosan nem derült ki. Jobb szemem, itt van ez a heg, ez is annak a következménye. Hát ugye, hát egy pillanat alatt végül is az a szememmel nem láttam utána egy jó ideig. És akkor az volt a szerencsém, hogy a Mária utcai klinikára mentem be. A szemorvos az első vizsgálatnál azt mondta, hogy ez 50%, hogy megvakulok. Tehát, hogy abból tudtam, hogy talán nem, hogy nagyon pici fényt láttam. Másnap szemorvos, főorvosasszony mondta nekem, hogy ő nem akarja tudni, hogy mi történt, de ők kaptak a rendőrségtől egy utasítást, hogy aki 24 órán belül bekerült ilyen sebesüléssel hozzájuk, azt ki kell adniuk. És mivel én mondtam, hogy én az utcán valaki leütött egy sörös üveggel, ő ezt nem jelentette. Mai nap innen is köszönöm neki. És akik ilyen elkövetők voltak, ők utána a rendőrségen belül ezzel dicsekedtek, vagy inkább úgy, vagy egymás között ez sose került szóba? Hát szerintem dicsekedtek vele. Volt olyan, aki meg nem értette ezzel egyet, azokat ilyen árulnak minősítették. De egy jó nagy része már teljesen másképp látja ezt az egészet. Hát rájöttek, milyen eszközök voltak ők is, meg azok is, akik ott voltak, hogy ez valami magasabb célt szolgált.
hogy ez valami személyiségbeli probléma. Ilyet nem csinálunk. És csapatszolgálatban meg pláne nem. Tehát én még egyszer hangsúlyozom, amit már eddig mondtam, ott egy parancsnoknak óriási felelőssége van. És lehet az ott egy törzszászlós, aki mondjuk egy szakaszparancsnok, vagy egy rajtparancsnok, de ő mindenképpen egy kisebb szintű parancsnok, mint egy századparancsnok, vagy egy bevetési osztálynak a vezetője. Hát ha ő ilyeneket észlel, azt az erőt azonnal ki kell vonni, azt azonnal le kell váltani azt az embert. Remélem indokol egyáltalán semmi ilyet, aki igazi rendőr, igazi zsaru, ilyet, megmondom őszintén, ilyet nem csinál. Megmagyarázhatatlan számomra, illetve én parancsnoki szempontból parancsnokaikat se értem. Tehát, hogy fordulhatott elő, hogy egyes emberek ezeket nem tudom, hogyan önhatalmulnak, bárhogyan, hogy ezt végrehajtották. Tehát ezt igazából nem szabad volna hagyni. 2006 után eltelt időszak egy folyamatos fejlődés mutatott. És ennek a fejlődésnek a végeredmény az, hogy elmúlt 10 évben nem nagyon tudunk olyan tüntetést mondani, ahol olyan atrocitásokra került volna sor, akár a tüntetők, vagy akár a rendőrök részéről, amely azt a mértéket elérte volna, ami már tényleg a jogtalanság határán túllép. Nyilván itt is mindig azt szoktam mondani, mindig vannak önálló akciók a rendőröknél, lehetnek ilyenek. Itt az a fontos, hogy hogyan számoltatják el ezeket a rendőröket később. 2006-ban sokat hallottunk arról, hogy nem vonták felelősségre azokat a rendőröket, akiknek eljártak ezzel, hanem még meg is dicsérték őket, és a kemény fellépést várták el tőlük. Ez változott azóta? Biztos, hogy változott. Tehát teljesen más szemlélet van a rendőrségnél itt az elmúlt jó 10 évben, ami azt mutatja, hogy nem tolerálják azt, hogy a rendőrök ilyen önálló akcióba menjenek bele és keménykedjenek, vagy erőszakot alkalmazzanak. Ilyen mennyiségben, ilyen súlyosságban, ilyen fajta bántalmazások, hatósági jogsértések a rendszerváltás utáni Magyarországon nem történtek se azelőtt, se azóta. Másfelől viszont olyan problémákat hozott ez az eseménysorozat felszínre, amelyek már nagyon-nagyon régóta benne voltak a rendszerben, amellyel az a társadalmi csoport, amelynek sok tagját a 2006-os események közvetlenül érintették, a jellemzően a hétköznapjaiban nem találkozott, de amelyel a Helsinki Bizottság és a kevésbé szerencsés körülmények között élő, illetve közüljövő ügyfélköre elég sokat. Számunkra ez a mindennapi valóság és tapasztalat volt. Tehát mi a rendőri bántalmazásos ügyeinkben, amelyek ugye 2006 előtt jóval megindultak már, amelyekben a tapasztalatokat szereztük, mindig ezzel találkoztunk. Senki nem látta, senki nem tudta. Tehát ez egyfajta ilyen olyan jelenség volt, amit ez az eseménysorozat kihozott. Tehát van egy csomó olyan dolog, ami egyszerűen tény, biztos, bizonyított, nem tudom, tehát, hogy egyszerűen ebben az országban élő állampolgárként nem érthető, oké, 2006-2010 akkor mondjuk azt, hogy nem volt jogállam, vagy nem tudom mi volt, de azóta elvileg önök vannak hatalmon, tehát jogállam van, és mi akad, hol akad a kerék, hogy akkor a feljelentések és a bizonyítékok után nem történik ítélet. Hát én a felháborodásban osztozom, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy attól még a legfőbb ügyész személye nem változott meg, hogy a miniszterelnököt nem Gyurcsány Ferencnek vagy Bajnai Gordonnak hívják, hanem Orbán Viktornak. Attól még a bírák és az ügyészek pontosan ugyanazok, tehát hogyha egy ügyész, aki 2006-ban nem indított nyomozást, vagy nem rendelt el nyomozást, vagy nem emelt vádat, egy rendőrrel szemben, rendőri vezetővel szemben, adott esetben miniszterrel vagy miniszterelnökkel szemben, 4 év múlva, hogyha belátja, hogy vádat kellett volna emelni, akkor anélkül, hogy bármi új tény egyébként, vagy adat, vagy információ, vagy bizonyíték áll a rendelkezésre, akkor az a saját bűncselekményét is merné be. Tehát egy kormányváltás nem jár együtt azzal, hogy új ügyészek és új bírák vannak, ami általánosságban helyes. A konkrét esetben az a magyar jogállam gyengeségét mutatja, hogy a bíróságon mai napig megmaradhattak azok a bírók, akik koncepciós eljárásokban működtek közre. Az erőszak és a brutalitás tömegességéhez és mértékéhez képest rendkívül szerény számú büntetőeljárás indult. Voltak erőszakos tüntetők? Voltak. Hogy emögött provokátorok álltak, akiket esetleg a nemzetbiztonság biztatott fel, ez egy létező, lehetséges változat, de egyértelműen be nem bizonyított vád.
Az viszont biztos, hogy a jogállam az attól jogállam, és a rendőrség működése az addig jogállami, amíg különbséget tud tenni az erőszakos tüntetők között, akikről mondjuk, ha október 23-át nézzük, volt belőlük néhány tucat ember, meg az alkotmányos alapjogaikat békésen gyakorló, ünneplő, demonstráló emberek között, amelyek volt 100 000. A kettőnek az összekeverése az azt jelenti, hogy ezt az alapvető kötelezettségét a rendőrség nem tudja teljesíteni. Azokon a területeken, ahol súlyos mulasztások történtek, ott jogállami keretek között, amire lehetősége volt a kormánynak és az országgyűlésnek 2010 után, azt megtette, akiket sérelemért, azoknak kártérítést fizettünk, erkölcsi elégtételt is igyekeztünk adni, az országgyűlés határozata szerintem ennek megfelel. Feltártuk mindazt, amit még fel lehetett tárni, és feljelentéseket tettünk. Szerintem kormányzati pozícióból a demokratikus vagy jogállami keretek átlépése nélkül ennyit lehetett tenni. Az ügyészség átlagos vád eredményessége, tehát amikor a vád teljes egészében, vagy legalább részben megáll a bíróság előtt, az 98%-os az összügyeket tekintve. Nagyon feltűnő és markáns a különbség, hogyha a rendőri bántalmazásos ügyeket ezen időszakra tekintve nézzük át, mivel itt ebben a körben mindösszesen 29%-os vád eredményességről beszélhetünk. Akkor, amikor ezek a történések zajlanak, akkor a hatályos jogrend szerint nem volt jogellenes az, hogy a csapaterőben való intézkedés során a rendőrök nem használták, tehát levették az azonosító számokat. Az ügyészség 2011-ben, tehát 5 évvel az események után egy átfogó vizsgálattal áttekintette az összes olyan ügyet, amelyet a 2006 őszi tüntetéssorozat és az arra adott rendőrségi válaszok kapcsán keletkeztek. És a vizsgálat után volt olyan ügyész, akit felelősségre vontak, akár azért, mert igazságtalanul helyezte előzetesbe az előállítottakat, vagy akár azért, mert nem elég alaposan vizsgálta ki az ügyet, tehát az ügyészségen belül volt olyan, aki felelősségre lett vonva, vagy megrúvásban részesítették. A belső vizsgálatunk megállapítása az volt, hogy befolyásolási kísérlet vagy nyomásgyakorlás az ügyészeket nem érte, és az ügyészek törvényesen gyakorolták a jogaikat. Mindig az adott időpillanatban a rendelkezésre álló bizonyítékok mellett adekvát döntéseket hoztak. Nem egy futószalag, nem egy eleve elrendelt állapot az, hogy hogy indul egy nyomozás. A nyomozás eredményeként itt a civil oldalról elkövetett jogsértéseknél is lényegesen kevesebb elkövető lett végül bíróság elé véve. Akiket viszont bíróság elé vitt az ügyészség, ott viszont a döntő többségüknél bizonyítható volt az általa elkövetett bűncselekmény. Megpróbáltuk szóra bírni a felelősöket. Először Gergényi Péter, akkori budapesti rendőrfőkapitányt hívtuk fel. Jó napot, kívánok, parancsoljon! Jó napot, én Skrapszki Fruzsina vagyok, dokumentumfilmeket készítek, és most a 2006-os eseményekről készítek egy dokumentumfilmet. Ne is mondja végig, gratulálok, csinálja! Ez az ön munkája. De nagyon szeretnénk, hogyha nyilatkozna bennem. De én nem szeretném. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő felkérését. Csak nagyon fontos lenne, hogy erről mondom, jó munkát. Egy érintett is beszéljen. Ugye nagyon sok az mondom, jó munkát. Nagyon sok az áldozat, és jó lenne, ha valaki tisztázná, hogy ez hogy ne a rendőrök oldaláról. Hát a rendőrök. Maradjunk ennyire be. A rendőrökről is lesz szó. Fejezzük be. Nagyon szépen köszönöm, meg nem akar esetleg bocsánatot kérni azért, amik történtek? Esetleg ön kérhetne bocsánatot, hogy zavart. Úgyhogy köszönöm szépen, kezét csókolom. Gergényi Péter, nyugállományú rendőrvezérőr nagy másodrendű vádlottal szemben alkalmazott megrovás intézkedést, 200 napi tétel, napi tételenként 2000 forint pénzbüntetésre súlyosítja. Két megvert áldozattal, Fábián Gáborral és Macsotai Gergellyel Bedők Jánost, a Revisz 3. csapatszolgálati osztályának parancsnokát próbáltuk szembesíteni a történtekkel, hiszen az ő csapatában voltak a legbrutálisabb rendőrök. Igen. Jó napot kívánok, én Skrapszki Fruzsina vagyok, és Bedők János úrral szeretnék beszélni. Tessék, parancsoljon.
Én a 2006-os eseményekről készítek egy dokumentumfilmet, és ennek kapcsán szeretnék önnel interjút készíteni, ha lehetséges. Nem, köszönöm. Most éppen itt ül két áldozat, és szeretnének önnel beszélni, hogy van önben bármilyen megbánás a 2006-os események kapcsán? Az az igazság, hogy ezt nem nekünk kellene ezeket a dolgokat végigvinni így, hanem ezt már rég ennek a rendszernek, tulajdonképpen a mostani kormányzásnak kellett volna ezeknek már teljesen a végére járni ezeknek a dolgoknak. Akkor ön volt a miniszterelnök, most így utólag bocsánatot kérne? Miért és kitől? Hát a 2006-os tüntetéseken résztvevőktől, azoktól, akiket ártatlanul bántott a rendőrség. Több rendőr ellen indult eljárás, mint tüntető ellen. Azt gondolom, hogy alapvetően helyesen nézett szembe a rendőrség azzal, hogy ott voltak szakmai hibák, voltak minden bizonnyal tévedések. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök és kormánya a rendőri brutalitást először letagadta, aztán mentegette. Gergényi Péter marasztalásával lehetetlenné tette a bűncselekmények felderítését, áll az Országgyűlés 2010-es Emberi Jogi Albizottság jelentésében. A kormánynak az az álláspontja, hogy a rendőrség fellépése október 23-án összességében törvényes, indokolt és arányos volt. Kerestük Gyurcsány Ferencet levélben, de elutasított minket. Egy fórumára odamentünk három 2006-os áldozattal, köztük azzal a Nagy Lászlóval, akit félszemére megvakítottak a rendőrök, de elhajtottak minket. Végül bekiabálnunk sikerült, amit a volt miniszterelnök gúnyolódással fogadott. Ennek az embernek kilőtték a szemét, azóta nincs már munkája, meg semmilyen. Annyi kéne, hogy bocsánatot kérjen, annyi kéne, hogy ettől az embertől bocsánatot kérjen. A 2006-os rendőri brutalitás ellen a Magyar Helsinki Bizottság jelentése alapján még az ENSZ kínzás elleni bizottsága is tiltakozott. A néhai Balsai István miniszterelnöki megbízott és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat jelentései ezt a szervezett brutalitást állami terrorcselekménynek minősítik, ami nem évülő bűncselekmény és életfogytiglannal is büntethető. Több száz kegyetlen rendőr tette árnyékként vetül azóta is a 40 000-es állományra. A többség, a tisztességes rendőrök magukra maradtak. A sérültek közül sokan leszereltek. Több száz eljárás indult, de csak két rendőr kapott börtönbüntetést, mert nem vallottak egymás ellen. Az ügyészség nem nyomozott alaposan, a vezetőket felmentették. Az egyik áldozat teljesen vak lett, amikor kilőtték a szemét. Súlyos agykárosodást szenvedett, később öngyilkosságot követett el. Mások belerokkantak, meghaltak, tönkrementek abba, ami 15 éve történt. A felelősségre vonást eredményező nyomozások, ítéletek és a bocsánatkérések elmaradtak.